Parti Arcok Podcast! Minden, ami a parton történik, azokkal, akikre a vízparton túl is kíváncsiak vagyunk. Kapás van. Ezt az adást a Vodafone Podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Emellett szükségünk van a ti visszajelzéseitekre is, ezért értékeljétek a podcastot azon a platformon, ahol éppen hallgatjátok, és ne felejtsetek el feliratkozni, hogy minél előbb értesüljetek az új részekről. Ne feledjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a fishinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az applikációt, töltsétek fel a fogásaitokat, és vásároljatok a fishinda marketplace-en. Sziasztok! Ez a Parti Arcok Horgász Podcast 72. adása! És ezúton kívánunk boldog új évet minden kedves nézőnek és hallgatónak. Én Pásztor Viktor vagyok továbbra is, és itt van velünk Zomboráci Illetve a mai sztár vendégünk, akik néznek, már láthatják. Gyulai Ferenc, Feri Ferike, illetve olvastam már olyat is, hogy Feri bácsi, úgyhogy itt már nagyon sokféle ö, megszólításod van. Minden esetre, aki ha valamiért még nem hallottatok volna Gyulai Feriről, akkor azért gyorsan elsorolok a teljesség igénye nélkül pár dolgot róla van egy nagyon jó, hát ilyen élőben felvett otthoni YouTube videód, ahol megszámlálhatatlan mennyiségű érem és kupa van a háttérben. 1987-ből származik az első kupája, kétszeres magyar bajnok, horgász, természetesen. Van egy VB címe, 2014-ből, ahol másodkapitányként vezette a, a mozgáskorlátozottak válogatottját. Egyébként a Csepeli Horgász Egyesület örökös bajnoka, és hát mondom, az adás végéig sorolhatnám. Remélem, hogy nem hagytam ki nagyon-nagyon fontosat, még amit van nem pár el. VB arany másodkapitányként, segítőként, Azért sok szerepben. Azért nem, nem lehet szerintem elmondani. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, már, már több nézői kérés is volt, hogy téged is hívjunk el. Az csak egy ilyen kis háttérinformáció, hogy most kiderült, hogy egyébként másfél éve beszéltünk először, csak akkor éppen nagyon elfoglalt volt Feri, úgyhogy most sikerült összehozni. Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit, mindenkinek boldog új évet kívánok. Remélem, hogy jól fog sikerülni ez a beszélgetés. Hát, nem gyakorlatilag kötetlen, és gyakorlatilag kötetlen, úgyhogy nincsen izgalom. Ha jól tudom, akkor az édesapád ő a magyar horgászba írt cikkeket. Magyar horgásznak dolgozott. Ö, részben. részben. Ö, ő inkább sporthorgászos volt, onnantól kezdve, mm. amikor ugye sporthorgász megjelent, gyakorlatilag már valószínűleg az alapító brigádba is benne volt. nagyon-nagyon hosszú időn keresztül sporthorgászos mm. volt. Én voltam, aki a Magyar Horgászban írogattam, de volt, hogy párhuzamban is írtunk. Fé, ö, ilyen háttérrel volt neked esélyed arra, hogy ne horgász legyél? Nem tudom, meg se fordult a fejembe, hogy ne legyek az. Nem tudom, hogy volt erre esélye, nem. Nem, 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 fel sem merült. Fel sem merült. Volt egyébként nekem, voltak hobbijaim és volt egy csomó dolog, amit csináltam ezen kívül is, így a mondjuk 97-ig 97, -ig, 97 -ig másztam sziklát, meg, meg így nekem is voltak hobbijaim, amik így el elviszegettek, de, de a horgászversenyzés az mindig volt az életem része. Vissza tudsz emlékezni arra, hogy mikor fogtál először horgászbotot a kezedbe? Ö Emlékezni nem, de szerencsére vannak az embernek jó akarói, úgyhogy ö, maga a pályafutás az nem családon belül indult el, hanem ö, Rákospalotánra születtem, és akkor ott a utca gyerekekkel együtt mentünk ki valami vízpartra, és mondták, hogy dobjam be a botot, és én bedobtam a botot, aminek, aminek következtében aminek volt egy kisebb-nagyobb csetepati, a négy éves meg az öt éves fiúk ö, nem nézték jó szemmel az én tevékenységemet, de, de, valahogy így kezdődött. Ennek előzménye, hogy azért apám természetesen már akkor rendszeresen hordott vízpartra, és, és nem volt kérdés, hogy horgásszá válok-e. De valahogy egyébként így kezdődött, hogy bedobtam a botot. <laughs> Szó szerint. <laughs> Igen. És akkor utána egyszer csak elkezdtél már versenyezni, ugye 87 az első kupa nagyjából. Az mi, mi, miért verseny? Az, az is édesapád, vagy akkor, vagy Nem. te alapból ilyen kompetitív típus vagy? Én én, én én, voltam az, aki elkezdett a versenyzés gondolatával is foglalkozni, uh -huh. meg mindennel. Én az újságból, ugye magyar horgász volt az egyetlen lap, és én onnan nézegettem ki azt, hogy létezik így ilyen, hogy horgászversenyzés, és nagyon érdekelt, hogy, hogy, hogy mégis ez hogy működik, mind működik, és nem találtam az utat nagyon sokáig. Nagyon sokáig nem tudtam, hogy hogyan kell horgászversenyzőnek lenni, hogyan kell horgászversenyzővé válni. És a Nagy Budapesti Horgász Egyesületnek volt talán egy ifjúsági versenye meghirdetve az újságba, Aha. és e, szerintem én oda mehettem el. Voltam előtte egy vagy két ilyen e, versenyen. Óbudán volt egy Ferbede lámpa nevű e, Kricsmi, ahova mindenféle horgász népek jártak, és nekik volt ilyen baráti uh -huh. e, versenyük, amire emlékszem, hogy elmentünk apámmal, szedtünk e, dalázslatokat. Árvát, és akkor azzal, azzal az a az, az volt. Az volt, igen, egyébként ez egy több bűnű dologból is veszélyes. Az egyik része az, hogy ugye ezeket a fészkeket összeszedni, ugye a darazsak között igen. egy kicsit macera, másrésztről pedig azért, mert ugye abban az időben egy helyet tudtunk, ahol darázsfészket lehet találni, ezek pedig a temetők voltak. <síns> <síns> és és, 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 és a, te, a temetőben a, temetőben a, a mindenféle E, ugye ilyen mécses tartóknak Aha. az aljára volt befészkelve, és onnan szedegettük le, piszkáltuk le botokkal, és talán egy vagy két alkalommal volt, amikor egy kérdőre vontak, hogy mégis mit csinálnak a temetőben, de, de egyébként nagyon pozitív is volt, mert és mondták, hogy ú, ezt elviszik innen, ez nagyon hál jó. Istennek, S de egyébként így kérdezik, hogy maguk mit csinálnak, és egy üvöltve csapkodjátok a darasokat, <laughs> nem látja <laughs> maga, hogy mi a csinálunk. De egyébként <laughs> ez egy össze lehetett volna kötni egy egy ilyen darázsmentesítő vállalkozással. Lehet, hogy a mostani nagymamáméknál sok darázs van az eresz alatt, és ott pénzért szokták írtani a darazsokat. Lehet, hogy ők is horgászok. Hát alatt. a 80-as években ez nem így működött, de, de lehet, hogy most már lehetne ráindítani egy vállalkozást. Két bevált a, a lárva mint csali? Határozottan egyébként a lárva mint csali, az egy nagyon jó csali, mert ugye effektíve mézzel van tele. Nem oh. úgy néz ki, mint egy csonti, csak feje van. Aha. Tehát moly lepke kell árvát mindenki látott, már felfeltételezem. Van egy kis fekete feje, Aha. és egy ilyen, ilyen öö, öö, több. Öö. Prasztélből álló potróha, és ebből alakul ki később, ugye a metamorfózis Aha. alatt ugye a lába, meg mégyebek, de, de ameddig ez nincsen meg, addig csak még nincs lefedve a, a nyílás, hanem nyitott, és akkor ott táplálja a, a darázsa a lárvát, effektíve mézzel mélyebekkel, Aha. majd lezáródik elindul a metamorfózis, Aha. és ugye, amikor ezt a. a fészket megnyitod, eltöröd, akkor ugye szépen ki lehet szelegetni. Uh -huh. hát van egy feje a fej alatt kell megtűzni, és ez puha testű, puhább, mint egy csonti, Aha. jóval puhább, mint egy csonti, mézzel van tele, és abszolút használható, jó És ez, volt. ez inkább keszeges, vagy pontyos? Hát Csari. akkoriban, akkoriban, mint ahogy minden versenyen, igaziból elsősorban darabra és újra mentünk volna, úgyhogy inkább keszeges. Aha. Én azt gondolom, hogy ha a pontja előtt lett volna, akkor a pont se köpi ki. Biztos Tehát... megeszi, igen, de Tehát... a, mivel megeszi a keszeg előbb, Fogja Mi? megtalálni valószínűleg, majd több van. Feltéve, ha nem egy olyan tóba orgászunk, ahol csak pont. Ahol csak pont <laughs> ez igaz. Nincs, hogy... Na, de azért nem ajánljuk mindenkinek, hogy kezdjen el temetőkben darásfészkeket lepiszkálni. Semmi esetre sem. <laughs> Egyébként tőled hallom először. Én még soha nem hallottam hallom róla. Egyébként extrém csalik, szerintem mindenkinek a fantáziáját foglalkoztatták már, mi például annak idején a cserebogárnak a pajor a pajar, állapotával igen. próbáltunk horgászni, mert az annyira ocsmány élőlény. Meg nagy, az I, nagyon igen, nagy. Egy gondol... jó domolykos csali. Na, igen? Igen. Na, mi Doha soha, mi nagyon, soha nagyon, a büdös jó. életben nem nagyon. fogtunk semmit a cserebogár pajorral. A cserebogárral azzal lehetett fogni kb. bármit, de a pajorra tényleg kapásra jött soha. Érdekes. Pedig a domolykó nagyon szereti. Áradás után próbálkozzál vele, hogyha esetleg még. Hát most így, még úgyis elég van a Duna. Igen, csak most meg ugye nagyon nehéz megtalálni a domolykókat. De, meg de a cserebogarat. Ez igen. igen, igen. igen tényleg cserebogarat. Most már cserebogarat is, is fogytam van. Egyébként nagyon kevés van. De alig igen. látok most már. Igen. Igen, 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 Mostanában. És összementek, picikék. Aha. Még Csak. régen emlékszem, gyerekkoromban ilyen tolasütővel <laughs> próbáltuk. Így a természet nagy barátja. Jó, de gyerekkoromban. Jó, van, ö, visszatérve a, a kezdetekhez, tehát akkor elmentetek az Óbudai versenyre a fölfegyverkezve a darázslárvával. És akkor ott így én azt hiszem, hogy megnyertem azt a baráti <laughs> vállalkozást, de, de tisztán emlékszem arra, hogy, hogy végül azért tudtam megnyerni, mert kellett fogni, hogy tész necit, vagy valami ilyesmi Aha. dolog volt. Tehát effektíven senki nem fogott semmit. Tehát hogy nem, és nem egy akkor, halbű verseny Igen, volt. és akkor ő, 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 ott ugye a, a, a kocsmai beszélgetés azért, hogy jó, persze gyert a gyerek, nyert a gyerek, de hát hogyan, mert hogy hát nem volt, nem volt, ha hát ő fogott necit. Értem, de hát hogyha snecit. Civel kell nyerni, akkor is civel kell nyerni. Végigolvastam elég sok ilyen versenybeszámolót, még a 2000-es évek elejétől, amikben, a, amikben szép eredményt értél el, és ott a necizés az egy visszatérő elem Igen. volt hogy, hogy dobogóra besneciszted magad, sőt a Viktor túrta ki tőled azt a Van mondatot. Van egy mondat, igen, az nagyon fontos, hogy hát most ezt nem biztos, hogy hirtelen megtem, Én tudom de fejből idézni, fejből. hogy a, aki is necizni tud, az igazából minden halfajra tud aztán igen. horgászni. Ezt mai napig is állítom, és így gondolom. Az a jó hír, hogy mi nem tudunk snacizni. De és én én nem tudok snacizni. Ettől még lehet eredményes horgász, és lehet a saját műfolyodban jól. Itt a probléma igaziból az a. a mai világban, hogyha ezt én kimerhetem mondani, hogy, 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 hogy arra predeszináljuk a gyerekeket, hogy azonnal szaladjanak. Veszünk nekik Fiderbotot, 60-as orsót, hogy jó nagyot tudjon dobni, de de magát az alapokat az, hogy hogyan fogja meg uh -huh. azt a halat, miként bánjon azzal az élőlénnyel, vagy, vagy, vagy egész egyszerűen csak, hogy hogy, 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 hogy hogy lehet úgy elengedni egy halat, hogy az túl is élje, uh -huh. Ezt, ezt, ezt nem tanítjuk meg nekik. Vagy nem minden esetben. Itt természetesen nem akarom a szülőket alábecsülni, és valószínűleg nagyon sok szülő megtartja a, a, a lépésrendet. De, de sok esetben van az, hogy, hogy, hogy a gyereket elindítjuk egy úton, ami lehet, hogy nem az övé. Aha. Egyébként ebben még az is érdekes, hogy szerintem, ha nem snecizéssel, vagy ilyen kis spicbotos úszózással kezdi az ember, a horgász karrierjét, akkor nem tanulja meg, hogy hogyan működik maga a horgászat. Tehát ez egy táplálkozás, ból adódó halfogás, tehát hogy valahogy ez így, amikor elsuhintja legyen egy gyerek 30 méterre a féderbotot, akkor ő nem látja, hogy mi történik, csak az, hogy van egy kapásod, de amikor úszóval horgászol, akkor sokkal jobban látod, hogy mit csinál a hal a horgot körül, a horognál, amikor kapásod van, mi történik, tehát sokkal plastikusabb az élmény szerintem, mint egy ilyen úgynevezett fenekező módszernél. Hát ott nem látja, csak az boldog vele, hogy bedobta el, a vizet, csobbant, uh -huh. Időnként fog és halat, illetőleg, hát, ha olyan vízre vitte az édesapa, ahol ugye sok a hal, akkor ott bármennyire is ügyetlen vagy ügyes, fog fogni halat. Igen. Igen. Tehát és ez már maga egy ilyen, ilyen ö, ö, csapda, mert ugye azt fogja a gyerekbe predestinálni, hogy ő nagyon-nagyon ügyes horgász. Igen. Aztán, amikor eljut egy Dunapartra, akkor meg problémában meg szembesül, hogy itt folyik a víz, és ez nem is olyan érdekes. Igen. Mert hát egy sokkal nehezebb pálya. Igen, egy abszolút így van. De egyébként a és az milyen olyan skilleket fejleszt a meglátásod szerint, ami aztán ilyen univerzálisan mindenben visszaköszön, hogy az egy jó alapot ad? Például a halak viselkedését valamilyen szinten megismered. Ugye a küszöz egy egy felsőállású szájjal rendelkező halfaj, az felszínről táplálkozik az esetek nagy részében, viszont a versenykörülmények között nagyon nem mindegy, hogy mekkora méretet fogsz. És egy idő után megtanulod azt, hogy egy méteres eresztékkel az egydekásat fogod percenként kettőt, míg a 30 centissel, a 30 centis eresztékkel, vagy 20 centis eresztékkel ugyan lapátolod, és meg tudsz te fogni mondjuk ötöt, de még mindig súlyban nem jutottál oda a két dekához, sőt, a feléhez sem. Hm és és meg tudod azt tanulni azt, hogy, 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 hogy miként táplálkozik az a hal. Meg tudja tanulni például az etetőanyagnak az állagát kezelni, hmm. hogy, hogy milyen vízmélységben bontson az az etetőanyag. Mert ugye, hogyha egy ilyen teljesen felhős homogén etetőanyagot dobsz, ami, ami túl van vizezve, és, és olyan, mint egy híg tejföl, akkor természetesen minden méretű apró halat magad előhúz. Viszont ha ez egy kicsit szárazabb, akkor a főső vízrétegben már kifejti a, a felhősítést, viszont oda ugranak az apró halak, viszont alatta, ahol valójában kinyílik az etetőanyag, mondjuk 70 centinél, ott, ott meg csak a nagyok lesznek. Aha. Tehát meg tudod azt csinálni, hogy hogy rétegenként vannak a különböző méretű halak. <laughs> Ugye az egyívású halak, azok, azok együtt táplálkoznak, együtt élnek. És, és például a küzdözésben ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és akkor is el kell tudni dönteni, hogy most próbálok csak nagyot fogni, Aha. vagy lapátolom az aprót. Mivel jársz jobban. Tehát, adott így van, ez, 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 egy, ez, ez egy közben lévő nagy játék a fejben. Hogy az, azért mosolyogtam, mert olyan jó hallgatni, ez, ez a 35 év tapasztalat, amikor így ezt ezt már tudod, látod magad előtt, hogy ez hogy működik. Igen, Viktor, szúró. neked van spitzbotod? Nincs spitzbotom. Igen, igen. De beszerzök egy. De most úgyis is a döme hozott valamilyen brutál. <gül> <gül> Nekem most. Pontyozósa. Van egy teóriám, ezt később akartam előhozni, de hogy most. De, ugye, most de most elmondom, mert pont így a, a, az úszóhoz, meg a spitzbothoz kapcsolódik. Ugye az elmúlt 15 évben, kb. a féder volt az, ami mindent letarolt. Most az elmúlt egy-két évben a pergetés nagyon divatos lett, és, és tényleg az volt, hogy barátom volt nemrég a Dunatisza csatornán horgászni, és mondta, hogy annyi volt ott a pergető, mint hogyha verseny lenne. Tehát, hogy, hogy, sokan. És nekem az a jóslatom, hogy a következő években az úszózásnak lesz egy olyan reneszánsz, mint amilyen mondjuk a 90-es években volt. Ez folyamatosan hullámzik. Egyébként teljesen igazad van, a Féder mindent elvitt. Abból is a metód, uh -huh mert talán a legegyszerűbb eszköztárat igényli, és a legegyszerűbb feladatsor. Természetesen ezzel nem azt mondom, hogy a metód az nem igényel tudást, mert akik, akik, ezt jól művelik, ott én most már látok olyan, olyan apró trükköket, amik így, így, tényleg egy ilyen mikronyi réteget tesz két etetőanyag, vagy a és etetőanyag közé, nem mindegy, hogy hova rakja a horgot, hova rakja a csalit, tehát ők is le tudják bontani azt, hogy ez egy négy perces bontású etetőanyag, és akkor ő pontosan tudja, hogy annak mikor, minek, mi, mi, hogyan következik el. Tehát nem, én egy időben eléggé alábecsültem a féder mm -hmm. erejét. Én úgy gondoltam, hogy ez egy csobbantós horgászat, rendben van, fenekezünk, eltaláltuk a vizet, és jó lesz. Ma már nem így ítélem meg. Hmm. Nekem is meg kellett valószínűleg érni hozzá. Most már a metódra sem mondom feltétlenül azt, hogy na jó, hát ezt bárki meg tudja csinálni, de hozzá kell tenni, hogy bárki meg tudja csinálni. Csak az eredmény nem mindegy. Nem, nem mindegy, hogy egy... Igen, igen mert, mert maga, maga, a versenyszituációban is ugye az elsődleges kérdés az, hogy hogy van neked visszajelzés. Tehát oké, okay, hogy én kimegyek a tópartra veled metódozni, és akkor bedobunk, és fogunk három-három pontot, hú, de jó volt, de hogyha van mellettünk egy Szabó Bence, akkor kiderül, hogy ezen a vizen, ezen a vizen, éppen azon a napon lehetett volna 36 darabot fogni. Tehát, Egyem biztos vagyok. Én, Nekem van a Vence egy ilyen igazi csoda, őt, őt hibom az első Féderesnek egyébként. Én, én úgy gondolom, hogy ő. Mármint, hogy ő a top egy, vagy hogy nem. időben az első. Időben vagy az, az ő, ő az első olyan Féder versenyző, aki Féderrel kezdte a horgászni. Aha. Tehát ő az első olyan versenyző, aki, ő, aki Féderes volt. Uh -huh. Tehát ő ő az első fér. Ő én, nem úszózott én, előtte. Nem, ő nem úszózott uh -huh. előtte, ő nem csinált előtte egyéb horgászatokat. Most már egyébként látom, hogy ő is elelkalandozik. el és most már a horgászat más iránya is érdekli, időnként hobbi szinten természetesen, de de, 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 ő az első féderes számomra. Nálam a top-egy, én hatalmas rajongója vagyok, meg egyébként viszonylag jobban is vagyunk, úgyhogy már sokszor volt is nálunk többször, meg mindig a nézőink már tudják, hogy én, hogy lesz, és a szívem az övé, ha orgásportról van szó. De hát igen, meg hát nyilván az eredményei ott vannak, tehát hogy azért az látszik, hogy nem, nem csak beszél róla, hanem tudja is, hogy, hogy kell Igen, semmi. csak ő volt az, az első, aki nem valahonnan jött, mert nagyon érdekes Aha, egyébként. De a... egyébként Bakó Peti. Ő korábban úszózott, ugye? Bakó ő... Peti mindent csinált. Bakó Peti mindent csinált, már hét évesen is féderezett, uh -huh. viszont viszont nagyon hosszú időn keresztül úszózott, uh -huh. most rendszeresen perget uh -huh. és mindenféle ö, egyéb horgászat uh -huh. érdekli. Erről jut eszembe, hogy ö, ifi és gyermek kategóriában csak úszós versenye ö, ö, ágazat van, vagy hogy mondják ezt? Szóval. Jelen pillanatban igen. Ugye? Ez, e, ha Tehát a versenyző ezelőtt, akkor ezelőtt 12 éves. Hát nem 10, 15 évvel ezelőtt, talán 20 inkább, mondjuk uh -huh, 20 évvel. Uh -huh. 20 évvel, hogyha azt mondhatod, hogy horgászversenyzéssel foglalkozol, az, aki kicsit is értett hozzá, vagy, vagy csak kicsit is volt rálátása, az tudta azt, hogy te úszózol. Aha. Ma már mindenből van horgászverseny, Igen. hiszen, hiszen kinyílt a világ, kinyílt a, a paletta maga, és, és egész egyszerűen most már egy másik világot élünk de a horgászversenyzés számomra még mindig úszós horgászat, holott Aha. egyértelmű az, hogy, hogy a pergetéstől kezdve többféle pergetés, parti pergető, csónakos pergető, mindenféle. Street fishing, eh, rengeteg, a trout, meg minden eh, van. Rengeteg dolog nyílt. Igen, rengeteg abszolút. dolog nyílt. Eh, de az ifiknél meg, megmaradt az úszózás. Eh, igen, ám a tavalyi évben már, sőt, tavaly előtt volt 20 as bajnokság Való, igaz, mesélt, vagy már beszéltünk is róla ö, itt az adásban. Ö, az elsőt a Bodzsár Norbi nyerte, a másodikat... Hm, talán a Balogáron, de nem vagyok benne biztos. Ez uh -huh. az tavaly volt, most már egy Igen, éve tavaly van. <laughs> Az volt a második, de azt már 25-ösnek hívták, mert 25-ben fognak csinálni világbajnokságot, Aha. és ezért áttették, 20-25-re kitolták a, a korhatárt. Én nagyon reménykedem benne, és beszélgettem is a szövetségi kapitányal arról, hogy, hogy ha más nem egy magyar bajnoki kupai erejéig ére, ketté fogják bontani, és az U20-asoknak lesz továbbra is egy verseny, uh -huh. és mindenki eldöntheti, hogy indul az U25-ösbe, mert ő a világbajnokságon uh -huh. akar szerepelni, vagy pedig megmarad az U20-asban, és ott csak egy magyar bajnoki címért szerepel, viszont sokkal nagyobb bázist lehetne megmozgatni, hiszen a 16 éves gyerek nem fog elmenni a gyakorlatilag világélvonalához, hiszen most azért lássuk be, hogy talán még a bence. A bence már nincsen benne, de a bakópeti. Bence is, már nincs. Igen, Igen, de éppen hogy nem. De, de a Bakópeti, a bocsárnó és még számos olyan igen. fiatal tehetség, még mindig az 25-ben versenyzik, ahol egy U10, vagy egy 15-16 éves gyereket lehet, hogy a szülei nem patronálnak a hogy elmenjen egy magyar bajnokságra, hiszen egyértelmű, hogy onnan indul, hogy nyolc. Aha. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak én úgy gondolom, hanem a szövetségi kapitány is erről így nyilatkozott, úgyhogy elképzelhető, hogy lesz is ilyen, hogy oké, okay, bontsuk kettő, uh -huh. 20. Oda. És az U-20 az honnantól van? Mert van U-15 is, nem? Nincs, tehát hogy U15 U15 tiszenek nincsen? U-15 nincsen jelen pillanatban. Tehát csak U-20 alatt U15 van U-15-ben szóval. van, U-20-os van húszóság az adatban van, ott 15 éves korig uh -huh. lehet versenyezni, az, azban az évben kell betölteni uh -huh. a 15-öt. Ott értelemszerűen a 15 évesnek már a 20-asban élik indulni, hiszen Aha. hiszen a 15-ösben ugyan lehet magyar bajnok, de, de, de már nem tud elmenni világbajnokságra. Igen, És igen, igen. ugye itt nem csak a magyar bajnoki címek szoktak szempontok lenni, hanem az is, hogy a következő évben esetleg a nemzetet képviselni. Aha amikor megnéztem, hogy mint segítőként milyen világversenyeken volt ott, ott feltűnt, hogy az u 20 csapatot, azt nagyon sokszor kísérted. Tehát, hogy, hogy nem az U15-öt, nem az U25-öt, hanem te az U20-as csapattal értél el sok eredményt. Annak van valami különleges oka, hogy te azt a korosztályt mentorálod? É ez nem teljesen így van. kezdjük <laughs> akkor egy helyi Az a helyzet, hogy, hogy igen, nem. Én Zsiga Leventével mentem nagyon-nagyon sokat az U15-ös korosztályba, és csak ugye azért tűnik ez ilyen hosszúkásnak, mert ugye közben volt egy COVID, két éves kidő, időszak uh -huh. kiesés, és, és ezek a gyerekek örekednek. Tehát ott egy teljes generáció együtt jött, Vidorolival, és Mányiszabival, és még számos nagybenivel. Tehát sokan, sokan uh -huh. együtt mentek, és én nagyon szeretem ezt a korosztályt, mert még, még jól alakíthatóak. Tehát az egyik leges legdehezebb dolog az, amikor valaki úgy gondolja, hogy ő el szeretne jutni egy világbajnokságig, és, és tényleg jó kezű a gyerek, és, és, jó dolgokat lát, megtapasztal, de, de, de beleivódnak, belerögzülnek olyan dolgok, amik hibásak fordítva tartja például a, a, a kezét, rakkosbot, becsúsztatásakor. Ha így, ha, ha fölfelé van a bal tenyered, és azon tolod a botot, akkor sokkal gyorsabban fogod tudni tolni, mint hogyha mindkét kezed lefelé néz. <laughs> és de, ugye látni azt hogy van, aki így tolja, mert az angol videókon a 16 és fél méteres, meg 20 méteres botokat így tolják be. <laughs> és ő a, a, a mostani generáció az nagyon sok esetben Youtube-ról tanul. És nem volt, aki szóljon neki, hogy te figyelj ide, te nem egy 16 méteres botot tolsz, uh -huh. hanem egy 9 méterest. És ha így csinálod, akkor egy sokkal gyorsabb eredményt fogsz elérni. És ez a korosztály, ez a 15-18-20 éves gyerekek, ezek még, még sokkal könnyebben, gyorsabban szívják magukba. Uh -huh. van, hogy, van, hogy egyszer elmondok valamit, és, és egyszerűen tudja olyan jól vagy jobban, mint én. Mert mert egyszerűen ők ők, ők szívják magukba, ők, ők, ők szedik össze. Azt még az adás előtt beszéltük, hogy, hogy te nem csak a horgász technikát tanítod nekik, hanem egyéb dolgokat, mondjuk hogyan viselkedjen az ember szépen és normálisan a vízparton. Ezt már nehezebb elmondani egy 16 évesnek, mint egy 10 évesnek, vagy ez nem számít ebben az, a területben? hogy én, én, én tanítom nekik, ez, ez túlzás, vagy, vagy nem túlzás, hanem, hanem nem pontos. Próbálok az én értékrendemből átadni valamennyit, ami nem biztos, hogy minden esetben e, e, irányadó hiszen a mai világban mindenképpen sikeresnek kell lenni, és azt kell mutatni, hogy te mennyire jó vagy. Az én értékrendjeim nem minden esetben ezek. Én sokkal inkább tudom becsülni azt, hogy ha, ha, ha meg tudja mondani, hogy az Edvárd királyt hogyan folytatja, semmint azt, hogy a TikTokon a Juli nél látta -e a dögötevő Cicát. Tehát nem nem, 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 mindig ugyanazok az értékrendjeink, és, és én inkább azokat próbálom elmondani nekik, hogy, hogy én tanítani nekik, hogy, hogy, hogy én ezt hogy éltem meg, hogy láttam mi egyebek, és, és, és rendszeresen van az, hogy, hogy hogy, hogy, visszajönnek jó dolgok, és például Zsiga Leventével volt valamelyik magyar bajnokságon az, hogy az ő bodzsákjában volt egy olyan tag, ami Lőrinc Benedeknek eltört. És Lőrinc nem tudta volna folytatni a versenyt, és oda jöttek hozzánk, hogy adunk-e nekik egy hetedik tagot. Mert ők tudták, hogy a Leventének van a bodzsákjában egy ilyen tag és ugye a döntés nem az enyém volt, uh -huh. hanem az övé. És mikor megkérdezték, hogy mire legyen akkor a levente, az mondta, hogy természetesen adjunk neki egyet. Holott az ellenfelet, gyakorlatilag egy ellenfelet kizárhatott volna, uh -huh. de de én azt gondolom, hogy ez egy, egy olyan értékrendet képvisel, ami ami, ami engem is képvisel. Uh -huh. És az, hogy utána most ö, leventi a későbbiek folyamán ö, másként dönt, vagy nem dönt másképp, ez az ő dolga. Persze. De ott akkor ő úgy döntött, ami nem nekem szólt. Uh -huh. Nem az édesapjának szólt, hanem, hanem önmaga így gondolta. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan értékrend, ami, ami később majd valahol biztos vissza fog jönni az életében. Hát igen, meg ha mindenki így gondolkodna, egy kicsit jobb világban élnénk hát, egyébként. <laughs> ennek azért van az a praktikus hozadéka is, hogyha most a sikerességet be akarjuk vonni, hogyha valakire elterjed, hogy mm -hmm. ő egy becsületes, a másiknak segítő, nagyvonalú versenyző, akkor eleve vele is mindenki normálisabban fog venni, mert tudják, hogy egy rendes ember, ugyanez, mint a mint a sipi. Uh -huh. Sipos Gábor. Róla köztudott, hogy egy, egy nagyon segítőkész csupa szívember, és és hozzá is így állnak, és, és nagyon nem igazán kap annyi bántó kommentet, mint még olyan emberek, akikről ez nem közismert, úgyhogy neki ez egyértelműen igazából profitként csapódik le, hogy, hogy rendes. Igen, egyébként így az értékrendről jutott eszembe, ezt kiírtam ki magamnak, ami a Facebookodon van, ugyanis úgy van, hogy Ferenc Gyulai a közhor, vagy közhorgász. És akkor elírtál írtál egy posztot, hogy miért közhorgász, és ebből nagyon tetszett nekem a, a, az egyik része, hogy egyszerű gyermek a pornép gyermeke, nem önjelölt influencer, olyan, aki tesz is valamit, aki meg is tudja mutatni, alá tudja támasztani mindazt, amiről beszél, szívesen tanul, és ad át tudást, nem feltétlenül a követők száma határozza meg ki ő. Ez nekem nagyon tetszett. Egyébként egy ilyen példabeszéd is lehetne. <laughs> és az jutott eszembe róla, hogy egy interjútban hallottam, hogy Miért lettél te a közhorgász, és hogy miért segítesz te, vagy miért adsz te ennyi mindent a, a fiataloknak át? Mert hogy neked nem segítettek akkor, amikor 18 éves lettél, ugye? É, nem, nem, vagy nagyon-nagyon keveset. Tehát voltak emberek, akkori nagy nevű horgászok, akiknek lett volna rá lehetőségük. <haz> Nem mit élem el őket, hiszen akkor, akkor a saját gyerekeiket, vagy a, a saját versenyzésüket fontosabbnak tartották, mint hogy, hogy segítsenek hát Ők kiadalt. nem adták oda a hetedik tagot. Ők nem adták oda a hetedik. Ők nem adták oda a hetedik tagot, sőt, bár a szomszédházból indult, de én hajnali négykor indultam az őrfazértérről, hogy az első busszal, hogy odaérek a cseplé pályára, és volt, hogy elkéstem, mert úgy lekéstem a csatlakozást és azt mondták, hogy nem indulhatok a versenyen, Aha. Úgy sem, hogy későssel indulok. Aha. És, és a, akik pedig éppen akkor nyertek, azok a szomszédházból indultak autóval. Befértem volna, mert akkora volt az autó, de nem ez a lényeg. Aha. Sokkal fontosabb az, hogy, hogy ma már én úgy gondolom, hogy azzal sokkal előrébb jutunk, hogyha a tudást, ami bennünk van, azt, azt, azt megpróbáljuk odaadni. Mert, 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 én, ha azt magammal viszem, akkor az sehova nem jutok alá. <laughs> Tehát volt egy, talán a Diuga de, a Szilvában volt egy beszélgetés, aki azt mondta, hogy ha van egy titkod, akkor azt előbb-utóbb ellesik. Ezt takargatod, rejtegeted, de előbb-utóbb ellesik. Ha, ha nincsen ö, benned fél, féltés, hanem ezt elmondod, akkor, akkor a feletársaság az vagy elhiszi, vagy nem, vagy alkalmazza, vagy nem, de egy biztos, hogy ezt már egyébként én raktam hozzá a végét, hogy rá vagyok kényszerítve arra, hogy tovább gondolkodjam. Uh -huh engem mindig a, a, megoldások érdekelnek, és én nagyon-nagyon sokszor egy hosszabb utat választok ugyanahoz az eredményhez, de, 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 de több megoldása van egy dolognak. Abszolút és persze. és hogyha, ha én azt átadom, akkor rá vagyok kényszerítve arra, hogy tovább gondolkodjak, és, és így fog előrébb jutni mindig valami. Így tudsz fejlődni igazán. Igen, igen. Az én magam versenyzésében egyébként az egyik legnagyobb hiba az, hogy a horgászversenyzésnél kell lennie A és B verziónak. Uh -huh. Ez a kettő maximum, Walter Tamás szerint. Gyulai Ferének van C és D verziója is, és mindenre fölkészül, és mindent, mindenben energiát tesz bele, uh -huh. mindenre odafigyel, mindent kezel, és, és elveszlek a részletekben. De ha ezt felismerem, akkor már egy hatalmas nagy lépést tettem a saját magam fejlődésében. Hát igen, meg azért hiába veszel a részletekben, az eredmények igazolnak, tehát azért néha nem árt egy kicsit variálni valószínűleg. Ö, Mert igen. ezzel tudsz olyan problémás helyzeteket megoldani, amit mondjuk más nem tudott. Igen, Petnyú mondtam azt, hogy figyelj, benned még nem merült föl egy kérdés, és öt megoldásom van gyakorlati úton. Mert, 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 mert ő, ő, még nem, lát, nem találkozott ezzel a problémával, hogy az etető földet rakjunk, és ahhoz mégis milyen földet rakjunk. És akkor így mondtam, hogy figyelj ide, hát lehet tőzeges, lehet barna agyag, lehet lősz, lehet sárga lősz, mindegyik más csinál. Igen. Ezt láttam egy videódban, amikor a siófok alatt van egy, nem biztos, hogy siófok, de valahol a Balaton környékén azt hiszem, nem ez a lényeg. Egy csatornán a pont egybe esett a féderes kiosztás, meg az úszós kiosztása a pályának, és ott vettél fel egy videót erről, hogy milyen földet, miért használsz, hogyan. Én ott már akkor sem értettem pontosan, de látszik, hogy te ezt mind már kipróbáltad nem tudom hányszor, és nagyon jól tudod, hogy hogy fog bontani, ott egyébként milyen hal fog jönni ebben az időben, ebben az évszakban, és ezért, és ezért, és így, és így, tehát, hogy az igen. A Petnyú a, a munkája, dicséri egyébként, az a film e még Dovitos korszak alatt e született. E sajnálom, hogyha nem nem tudtam elmondani, vagy nem Nem, én e nem vagy az a baj, hogy nincs hozzá elég alaptudásom, tehát én a Földet még csak a az út mellett láttam, tehát nem hozzáztam vele, <síns> <síns> úgyhogy, úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy hogy működik egy etetőanyagba belekeverve még. <síns> Egyetlen gondolat erejéig a föld két dolgot csinál: nehezít, uh -huh. tehát gyakorlatilag helyben tart, illetőleg felhőzik. A felhő minden esetben egy áradást, táplálkozást imitál, uh -huh. ahol a víz, egy, egy kristálytiszta vízben, hogyha messziről látható felhő van, a halak számára az egyértelmű, hogy ott valaki eszik. Mert keresgél. És ha ő ott eszik, akkor nekünk is kell lenni, mert ott van táplálék. Uh -huh. És gyakorlatilag a táplálkozó halnál nincs jobb betetű anyag. <laughs> Tehát az a, az, az a, legjobb dolog, hogyha van előtte egy táplálkozó halcsapat. Mert akkor jön a többi is. Akkor kaján. jön a többi is, és hogyha egy felhőt lát ez a hal, és egyben, ő azt feltételezi, hogy ebben van táplálék, egy erejti, kettő az, hogy ott kell benne lenni tápláléknak, akkor egyértelműen az lesz, hogy, hogy ott a hal az fogja keresni a Na most már tudom, mire jó a, <laughs> a, föld. Visszatérve még a tudás rítséghez. A, az, hogy beírom az internetbe, hogy horgászat, és kijön rá egy millió videó, ez szerinted felszámolta a tudásféltést, vagy igazából ez egy irreleváns dolog, és ugyanúgy őrizgetik a kis tudást a versenyzők? Ez egy nagyon-nagyon nehéz és roppant óvatos kérdés. A tudás az egy nagyon-nagyon relatív dolog. Tehát kidob egy millió kérdést, és illetőleg választ lehetőséget valamire, és neked onnan ki kell tudni választani azt, hogy ki lehet az, aki nem egy hete keverte meg életébe először azt az etetőanyagot. anyagot. Mert ma már sajnos úgy van, hogy hogy, hogy az egyik nap megmutatsz valamit, hogy hogyan kell ebbe a pohárba vizet tölteni, és másnap ugyanaz az ember ezt már oktatja, holott te tíz évig tanultad, hogy hogyan kell belőnteni azt a pohárba azt a vizet, hogy ne csöppenjen le mondjuk a pincérek. Elég sokáig tanulják, hogy hogy ezt hogyan hmm. kell megcsinálni, még vannak emberek, akik pincérnek születnek. Ők úgy gondolják, hogy, hogy, hogy ők, ők egész életük a pincérek voltak, csak még nem tudtak róla. Tehát itt kiválogatni azt, hogy kinek a videóját és miként hmm. nézd meg, megint egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és ez nem az én tisztem eldönteni, hogy hogy, hogy, melyik lesz a jó. Volt egy időszak, amikor a, a Begi meg a Popatilla ilyen oktató videócskákat csináltak, és voltam vagyok olyan viszonyban, hogy a Popatillát megkérdeztem, hogy egyszerűen ti ezt hogy gondoltátok? Hát baszus, ti magatok sem tudtok úgy bedobni, meg úgy megcsinálni dolgokat, ahogy, ahogy, ahogy ezt a, a, a nagy várná. És erre a, a egy nagyon-nagyon jó gondolatsort adott át nekem, hogy akik minket néznek, azok ezen a szinten vannak. Mm. És őket ez érdekli, hogy uh, hogyan tudok elindulni egy versenyen. Hát elmegyek, és akkor majd ott bedobok a többiekkel együtt. Uh, teljesen igaza volt Popa Tillának, hogy, hogy én, én, én feltételezek egy bizonyos uh, tudásmennyiséget. De ez nem minden esetben így van, hanem valahonnan ő is indul. És ők pedig a kezdő lépéseket adják meg. Az a gyerek, aki é, már azt meg tudja csinálni, amit ők mutattak, az vagy tovább akar lépni ezen, vagy megelégszik ezzel. És ha ha tovább akart lépni, akkor már elindul és keresgél magának ö, olyan embereket, akiknek a stílusa, a gondolkodása, a bármi őket, őt fogja támogatni. És hogy ez Döme Gábor lesz, vagy, vagy, vagy Bakó ezt nem tudjuk. Holott lehet, hogy mind a ugyanazt a csomót fogja megmutatni egymástól függetlenül. Csak az egyiknek a stílusa, így tetszik a másiknak, meg úgy. Tehát ezt majd ők fogják kiválogatni, az, hogy a, tudás a, a tudástárat mennyire adják át az emberek, ezt nem tudom, mert nem, nem tudod megítélni, tehát én csinálok egy videót arról, hogy hogyan nedvesítsél meg egy félig sárga lössz, félig barna lösszel, és ezt, 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 ezt hogyan, hogyan, hogyan törd át háromszor, ezt valószínűleg meg fogják nézni háromszázan. És azt, hogy hogyan lögybölök négy deci körüli vizet egy mm, okvagarant peletre, azt meg megnézik négy millióan. <laughs> és a kettő az nem zárja ki egymást, mind a kettő egy bizonyos tudást és egy, egy, egy eredményességet fog hozni. Csak az én számomra a horgászat, és itt egyébként már egy előző kérdésedre is válasz, az én számomra a horgászat nem az a kérdés, hogy fogok-e Engem sokkal inkább érdekel az, hogy hogyan fogok haladni. Mert amikor kimegyek a... a a Dunára, mondjuk a Debrődi Atival, és, és Féderrel 30 méterről fogja a kilencedik párnát, amikor én befejeztem a bolonyi bottal a vízmérést. <laughs> és, 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 akkor én, én egész nap úsztatok, és, és úsztatok, és, és, egy 7 méteres botta szakad le a karom, és a 25 grammos úszót próbálom úgy vezetni abba a sába, hogy az a hal elhiggye azt, hogy az a táplálék sodródik, ő meg bedobja, lerakja a bot ott, megáll a csali, fixen van, jön a márna, főveszi, és már viszi is. De én már fogtam elég márnát. Engem az érdekel, hogy meg tudom-e úgy csinálni. Hogy, 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 azt, a, azt a három métert, amikor azt mondom, hogy most úszik szépen az úszó, uh -huh. és abban van az a kapás. Na, engem az érdekel. Engem az érdekel, hogy, hogy, hogy úgy kivitelezni, egy, egy dolgot, ahogy, ahogy, sok év alatt jutsz el oda. Tehát ülhetek én mondjuk Stahovics Petivel egy csónakba, vagy a, vagy a Hipszki Robival, teljesen mindegy a pergetők közül, kit mondok, akiknek a kezében teljesen másképp szól az a mint az enyémben. Igen. Azért, mert ők tudják, hogy mit csinálnak. Igen, csak ehhez kell az a rengeteg év, amit mondasz, nyilván. Nem, azért az felt, nem feltétlenül egyébként, mert hogyha én holnap téged kézen foglak és kiviszlek a Dunára, és szánsz rá három hetet, uh -huh. ezzel foglalkozva, akkor te is meg tudod csinálni. Ja, Sokas feltétel ezzel a Viktorról. <laughs> biztos, hogy meg lehet, de egyrészt kell valaki, aki tényleg megmutatja normálisan. Másrészt meg azt akartam mondani, hogy a Azért a, a, horgászoknak a nagyobb része nyilván nem, ez, nem erre a szintre vágyik, tehát nem szeretne egyrészt versenyezni, abból a nem tudom, 500 ezer horgászból, aki most nagyjából van Magyarországon, illetve kb. annyi van, hogy szeretne kikapcsolódni egy napig a barátaival, akár meginni közbe két sört, és fogni pár pontyot, és akkor köszönte szépen. Hát ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, a... hogy kinek mit jelent a horgászat. Igen. És amúgy ez, amit mondtál, hogy amit megnéztek 300 az egy nagyon nis tudás, fontos, és annak, akinek érdekes, annak nagyon-nagyon értékes. De aki az akva Garantot azért nézik meg 4 millióan, mert azzal szoktak horgászni jellemzően nyilván. Csaként, ugye ez, amikor van egy barom jó anyag, amiben nagyon fontos uh, információk vannak jól megírva, mondjuk, uh -huh. és elolvassa, csak kevés ember kép mennyi munka volt vele, mi arra szoktuk mondani, hogy hát igen, van ezer elégedett olvasó. Igen. Neked ott azon a videón akkor van annyi. Én ezért igazán nem... elégedett néződ. Én ezért nem írok könyvet. Édesapámnak volt két könyve is, és többen agitáltak már életem során, ezután is köszönöm Bokor Karcsi bácsinak és, és, és többeknek, hogy, hogy, hogy megkerestek azzal, hogy könyvet írjak. Ö, igen, tudom, ismerem a mondást, hogy ültessek egy fát, és írjak egy könyvet. Uh -huh. Ettől függetlenül ö, én analóg vagyok ebbe a digitális világban, mégis azt felfogtam, hogy hiába írok meg egy könyvet. Nem jut el a célközönségig. Mert a célközönség a mai korszakban már nem olvas. Igen, ez nem olvas. Vagyis hát nagyon kevesen való, valójában. Nagyon én dedikáltattam Karcsi a könyvét, de ez nyilván én rajongója vagyok neki is, de hogy egy, igen, ebben biztos vagyok én is, hogy a horgász szakkönyv valószínűleg egy nagyon kis réteget érdekel Akkoram, a hát mintha... viszont a YouTube az megy. Hát meg a Youtube-ban nincs nyomdaköltség, ami azért egy szemmel látható tétel. Ez igaz. Igen, és egy, tényleg egy akkora munka megírni tizenezer karaktert, sőt, százanezer karaktert ellátni 30-50-100 fotóval, amik napra készek, ez egész egyszerűen ahogy akkora munka, akkora befektetés, hogy, 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 nem, nem éri meg megcsinálni, sem anyagilag, sem pedig, sem pedig morálisan, mert egyszerűen nem lesz, aki megnézi, még hogyha van kiadó, még hogyha egyszerűen túl kicsike az a szegmens ma már, aki, aki olvas. Visszogorhatunk az időben Bár még egy picit? Mert ugye én azzal akartam volna folytatni még egy fél órával ezelőtt, hogy, hogy a, a 80-as években a versenyzés, az mennyivel máshogy nézett ki, mint ma? Csak úszós versenyzés mm -hmm. volt ez volt az egyik alap, alaptézis. A másik pedig az, hogy már volt róla szó, hogy a küszözés mm -hmm. akkoriban kezdett el kiveszni egyébként, de akkoriban a 80-as évek közepén még darabszámra is adtak egy pontot, meg gramra is adtak egy oh. pontot. És akkoriban teljesen más volt maga a, 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 a horgászatnak, ennek a műfajnak, a spizbatozásnak az elismerése. Mert hogy az volt a, 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 top, top versenyzés. Uh -huh. ott, aki tudott három órába 7-800 ezer darabot, az ilyen 5 és fél darabos percenkénti átlag, az, az már úgy, az, az, már úgy valami volt. Azt már úgy elismerték, azt már úgy tudták, hogy... hogy... Az, ez számomra elképesztő. Tehát, hogy ezt, ezt, is olvastam rólad, vagy hallottam, ez a három óra alatt ezer darab, hogy volt ilyen versenyed, meg is nyerted. Igen, volt, volt, volt az, több ilyen. Az percenként hat, ma öt egész valamennyi. De ezt nem Tehát csak jön. én tudtam. Tehát ezt nem csak én tudtam, ezt nagyon sokan tudták abba az időbe. De az... hogy az egy nagyon kemény fizikai munka. Igen, és és ráadásul mentális, tehát brutálisan kell koncentrálni három órán keresztül hát, nélkül. Mert ugye ez most hat darabos átlagot mondunk, de ugye ebbe benne van az előkecsere, a csalicsere, a, a bocsere, a, a minden. De ezt tudta magyar szilárd Dömegábor is talán, vagy Dömegábor egy Jósneciző volt. Azt nem mm -hmm. tudom, hogy meddig jutott el, meg nem akarom, de ő egy Jósneciző volt, egy rak Akkulós horgász volt. Voltak többek, uh -huh. voltak. Szálkovics, Csimi a mai napig szerintem lehet, hogy tudná. Tehát, Voltak voltak többen, akik, akik ezt a darab számot tudták. Hogy most uh -huh. hova jutnánk el vele, ezt nem tudom. Ugye most már négy óra a véve. Nem, nem tudom, hogy meddig lehetne eljutni. A netizés az egy lelkiállapot. Egy épp most. Fe az idén, vagy hát idén tavaly 2023-ban a Fehérvárcsurgói Féder ob volt az, hogy netizni kellett Féderrel, és a, tehát ott, ott elvált a szaramájtól, hogy igen. szépen fejezzem De ki magát 5 óra volt azt, hiszem, a hosszú elők is Fédernek 5 óra is volt. Igen, 5 óra, és ilyen 700-800 darab darabokat És igen, fokta. és hogy ott 5... Hogy Másodperces bedobás, kihúzás, mindenkinek ki volt sebesedve a keze, szakadva a póló. Ez teljesen az, az normális. Az, az, hogy az embernek kiukadt, ki van a keze. Minden. Az teljesen normális. Ugye a küszözés maga egy olyan műfaj, hogy, hogy ugye fogod a halat, mindig a halat fogod meg, a szájában ott van a horog, értelemszerű, hogy meg, meg fog szúrni. Nagyon sok tizenéves gyereknél például az, hogy, hogy levetkőzni ezt a fajta félelmet, hogy, hogy ah. megszúrja a horgot horog megszúrja őt. Mert, mert ugye valószínűleg kisebb korában nagyobb méretű horog másképp szúrta meg, és talán éppen Leventénél volt az, hogy hosszú időn betellett, mire, vagy Szabi, nem teljesen mindegy, hosszú idő betelet, mire, mire, leküzdöttük azt, hogy igen, a ne megszúr a horog, de ez egy olyan kis horog, és olyan sűrű, tehát ez nem, 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 okoz problémát. Nem, nem fogja nem. kitépni a nagyobb, nem, okoz nagyobb kárt. így az, az egy másik nem. kérdés, hogy a harmadik nap után már pont mindenféle gyógyító krémekkel bekenve a kezed, zokni alszol a kezed, el, hogy tudjál. Ez egy másik egy Picit be tud gyulladni akkor azért. Be, be, be képes gyulladni, igen. De ezt mindenki, aki ehhez nyúl, az, az tudja, mint ahogy a törpeharcsázásnál is ilyen számomra elképesztő, hogy mint 500 darabokig eljutnak 5 órában, 4 órában. 4 órában, 5 azért tényleg nem mindegy, hogy hogy fogod. Az ott kemény sérülés halom. Igen. Spanyolországban volt egy WB, ott egy lengyel fiú 34-ig, vagy valamilyen elképesztő számot tudhatott magáénak a négy órás fordulóban, és euh, még csak nem is csinálta gyorsan. Volt róla videónk, így megnéztük, és nem a gyorsan. Mégis eljutott 506, majdnem 560 darabig, ha jól emlékszem, Aszal, lehet, hogy 536 nem. vagy mi, Az volt az kie, hogy ilyen két vastag bőr volt a tenyerén? Nem, az volt, az volt, hogy én nem tudom, hogy, 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 hogy hogyan lehetett ilyen immunisra, Én láttam a kezét fotón utána. Nem tudom, hogy ugye el tudod -e képzelni, amikor egy, egy, egy így 50 rácsapnak a kezedre, és utána így megforgatják a földön, így lemosod, és akkor na, annyi szúrás volt a kezén. Tehát mindenhol, és, és, valami elképesztő, de nagyon magas fájdalom küszönbe bírhatott a srác, és, 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 mondom, számomra is elképesztő. Pedig tényleg nem a gyorsan. Amúgy erről az jutott eszembe, hogy egyrészt azt olvastam, hogy egyszer nyilatkoztat, hogy körülbelül tíz világbajnok volt a kezed alatt ami tök nagy szám szerintem, bár Magyarországon ez még végül is teljesíthető, mert azért elég sok világbajnok van. De hogy te kit tartasz mondjuk így a karrieredben látottak közül a leg, legjobb horgásznak? És itt most úgy kérdezem, hogy nem feltétlenül magyar, hanem hogy emlékszel valakire, aki így ilyen nagyon megmaradt, hogy Jézusom, az a sár, legyen az lengyel, bárki, a angol, francia. É, próbálnám földolgozni a kérdést. Tehát, hogy... Így, amit láttam a világban a holgászokat. Akire hogy... úgy nagyon emlékszel, hogy az úgy nagyon meglepett, hogy, hogy eszméletlen profi volt. É, és ennek fiatalnak kellene, nem, vagy nem, nem, nem level bárki. Egyetlen, bárki. É, sok van. Sok van, sok van, sok van Timár kezdve, tényleg akik ma, 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 magas szinten felső kategóriát képviselik az országot, Erdei Attilának láttam brilliáns ötleteit, Walter Tomival többet megéltem, de itt nem, nem is lehet igazándiból, nagyon szerencsések vagyunk, hogy, 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 hogy Magyarországon fejlődtünk, végignéztem a Kothornak a, a slider, horgászatát Velencén, amit úgy akkor ilyen, ilyen számunkra hihetetlen volt, vagy, vagy, vagy láttam Guido nulens az Albert csatornán Európa-bajnoknak lenni. Oda mentünk mögé hárman, nem mondom a neveket teljesen mindegy, az egyik sok magyar bajnoki címmel rendelkezett. Hárman oda mentünk a Nulens mögé, és néztük a horgászatát, és néztünk tíz halat, én ebből láttam hét kapást a másik ember hármat, és a harmadik ember nem látott kapást. Azt a minden. és a nülenc fogott tíz darab halat. Úgy, hogy az első fordulóban csinált egy kettest, és a hollandok még mindig arra fogadtak, hogy a nülenc lesz az Európa bajnok. Hát így, 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 elképesztő volt az a, az a, az a tudás, amit és nem mai, már ma, ez az Albert csatorna egy olyan víz volt, ahol, ahol 5 méternél volt 3 méteres vized, 8 méternél 9 méter, vagy 4 méteres vized, 9 méternél, és így, és aha, így, zuhant befelé, ilyen hatalmas nagy tengerjáró hajók jártak rajta, állandóan ilyen, ilyen az, a, az a hosszú hullámok voltak, aha. mindig mozgott, mindig, mindig nyomta ez a, ez a 30-40 centit, ahogy a, ezek a hatalmas hajók mentek ezen a csatornán, és egy 4 méteres, 5 méteres víz is még ment le, a 13 méterben még mindig ment lefelé a víz, hm. tehát nem tudjuk, hogy milyen mély volt, nem, nem, tudjuk elképzelni, de én elmentem a második fordulónak. Én azt hiszem, hogy akkor nem... Nem, nem, nem horgáztam az de horgáztam az be a becsatornán részletkérdés. Elmentem a második fordulóba, megnéztem, hogy, hogy hogyan etet, és mégis hogy néz ki az alapja, és ilyen érthetetlen dolog volt számomra, hogy volt ez a kis kerek edénykéje, nem is volt benne nagy mennyiségű limit, ezt így egy ilyen lángos szerű dologra meggyúrta, bedobálta a spicre, nem is értem, hogy, hogy a spicre oda bedobálta, tehát nem visszább, hogy majd lecsúszik, meg ilyen, nem, oda bedobálta, és még volt hátra három perc az etetésből, és ő szépen leszállt a ládáról, elmosogatta ezt az edényt, és így látványosan kirakta száradni. És így és széttárt karokkal, néztem, hogy ebből mi lesz. Tehát ő és utána az már lett, nem etetett. Az lett belőle, hogy Európa-bajnok lett, Azt utána már nem etetett, és a négy méteres vízben egy ilyen, egy ilyen maximum fél grammos úszóval bodorkázott, és mondom, én nem láttuk a kapást. De ő ő fogta, a halat rendületlenül. Egyébként ezek az apró trükkök, hogy, hogy, még az etetési időben elkezd mosogatni, ezek, Ez a azok, a nem, igen, ezek azok a finomságok, ami a világ összes sportjában iszonyatosan nagyon izgalmas dolgok, Például a, most a sok jutott eszembe hirtelen, amiben, van, amiben nagyon sok ilyen apróság van. Például amikor a Magnus Carlsen azt, hogy mintha késve érkezne, tehát meg az utolsó pillanatig vár, beül, elindít, elindítja az óráját, és akkor még ott iszik egy kortyót, fészkelődik, nem tudom, lépés, aztán és ezek ilyen kis apró dolgok, és ez is ilyen lehetett szerintem, hogy ő jelzi, hogy itt, itt most kinek a legnagyobb az úszós botja. <laughs> é, elképzelhető, nem tudom, nem mondom. É. Az kiderült, hogy azóta nem mesélte el, hogy mi volt az a cucc, amit így bedobált? Nem derült ki, Aha. nem tudjuk. Hát Érdekes egy... pedig. Nem tudjuk. Hát én nem vagyok beszélő viszonyban ülenszelt, nek több oka is van. Egyrészt az, hogy sajnos nem tanultam meg úgy nyelveket, ahogy ezt kellett volna. Ezúton szeretném üzenni az összes horgászváros foglalkozó, gondolatban foglalkozó fiatalnak, hogy az első az hogy figyelj az angol órán, és el meg nyelvet, mert ha valakivel beszélgetni akarsz a világban, akkor fog tudni. Igen, ők már tudnak beszélgetni, én is megtanulhatnék, igen, még a mai napig is megtanulhatnék, valahogy mégsem jutottam el oda, de majd idén. Na, így van, Újé, <gül> új, év, <laughs> új fogadalmak. <gül> majd idén megtanulok angolul biztos. Egy <laughs> <laughs> uh, technikai érdekesség, a YouTube-ot 2005-ben alapították, 2010 és 12 között ért el nagy penetrációt, és 12 után volt ilyen hatalmas elérés, tehát onnantól lett valószínűleg mondjuk a horgászoktatásban releváns szereplő. 2004-ben hogyan tanultak új dolgokat a versenyzők? Vagy 2004-ig? E... Még a te tudásforrásod é... 92-ben mi volt? A magyar horgász. A magyar horgász, és, és az, hogy eljártunk különböző szintű versenyekre, ugye egyesületi versenyekre, ahol voltak más honnan érkező, más dolgokat látó versenyzők, és akkor így, 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 onnan láttunk dolgokat, hogy, hogy ők hogy csinálják, milyen gondolatmenet útján jutott el valahova, és akkor így, 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 így fejlődgettünk. Én ilyen 95-6 körül találkozhattam, először például a Sermalaciékkal, ők akkor már teljesen más szinten rakódbotoztak, mint, mint ahogy, ahogy, ahogy azt láttuk egyesületi szinten. De azt hogy kell elképzelni a más szinten rakózást? csali vezetés volt. Tehát még, még, még azokkal a botokkal, amik nekünk voltak, akkor Seastar, x Powerlop, meg mit tudom, micsodák, azokkal mi nekünk az volt a célunk, hogy bejuttassuk a úszót, arra, ugye az a rakúgybotozásnál már akkor tudtuk, hogy az a, az a, cél, hogy viszonylag egy helyen legyen uh -huh. a horag. Ugye, hogy ugyan oda vissza tudjuk tenni az etetésre, hogyha sikerült az hogy a gombócot oda dobni, ugye, mi akkoriban még csak dobtuk. Uh -huh. de, 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 de ők már csalit vezettek. Tehát ők, 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 ők már, már, már nem csak rátették arra erre, még nekünk az volt a cél, hogy be tudjuk oda juttatni ezt a nagy, lifegő, nehéz dolgot, addig, addig ő, 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 ő nem csak hogy oda rakta, hanem, hanem már már pozícionálta a horgot. Már, hmm. már voltak, lehetett látni é, finom mozgást, már lehetett látni azt, hogy, hogy megemeli az úszót például, és ezzel mozgásra kényszeríti a csalit. És csomó olyan dolog volt, amit így é, tőlük lehetett látni. Tehát egymástól tudtatok igazán ellesni ilyen újdonság, vagy más dolgokat, amit eddig nem ismertetek. Igen, 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 igen. igen. Mert hogy ezt egyébként mondják versenyzők, bárki, aki itt járt, fiatalabb versenyző is akár, hogy azért, ha valaki szeretne elkezdeni versenyezni, az menjen el ilyen akár kis tava, amit ugye horgásztavak csinálnak, vagy bármi, mert a legtöbbet mégis ott fogsz tanulni, mert el tud lesni a tapasztaltabbtól, vagy a jelenleg még Hát ez jobb szakáktól van. függetlenül mindenki ezt mondja, a Bosánszki is ugyanezt mondta a pergetésről. meg akarsz pergetni, akkor menj el versenyre. Igen, 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 igen. Igen. Most itt az a kérdés, a legeslegi, nagyobb kérdés az, hogy milyen szinten szeretne megtanulni. Mert hogyha ha ő az országot szeretné egyszer képviselni, akkor bár, bár nagyon jó leckéket ad egy egy olyan verseny, ahol valamit megtanul, de sokkal-sokkal többet tanulhat meg, hogyha eljár rendszeresen magyar bajnokságokra, hagy Isten el tud jutni egy világbajnokságot megnézni, és. Nézőként ott is, nézőként, nézőként. Nézőként, nézőként, mert ott lát olyan kvalifitású embereket, akik eljutottak oda. Tehát az már maga egy rang, hogy ő Abszolút, eljutott persze. oda arra a világbajnokságra. És ha én javaslatot tehetek, akkor, akkor válasszanak ki egy embert. Aha. Tehát nagyon sokat szoktam látni azt, hogy még itthon és Szegeden van világbajnokság, és akkor a, a versenyzés iránt érdeklődő emberek azok kijönnek, és mindenkinek köszönnek, akivel találkoznak uh -huh. útközben, mert hát ismerik egymást, vagy örülnek egymásnak, és mindenki megmutatja, hogy ott volt a világbajnokságon, eh, eh, posztolja is a Facebookon, Igen. viszont nem látott belőle. Aha. Tehát eh, válasszon ki egy embert, akire ő úgy gondolja, az első forduló után mondjuk, hogy a második világ, második fordulóban, majd valószínűleg a Alan Scotthamn, a vagy vagy teljesen mindegy, hogy uh -huh. kit mondok, egy falszinit, tök mindegy, válaszom ki egy embert, és menjen el reggel, amikor kihúzzák a helyet, uh -huh akkor nézze meg az interneten, ha már ilyen csodák vannak, hogy megnézi nekünk, még talpalni kellett 5 kilométert, hogy hol ülhet bajon Aha. az az ember. A lényeg az, hogy megnézi, hogy hol ül, oda caplat, és amikor ő elkezdik kikakolni az autóját, már hmm. akkor legyen ott. Mert a horgászatban, a horgászversenyzésben nem akkor kezdődik a verseny, amikor befújják a dudát. Aha hanem, hanem amikor, 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 előkészül, akkor vannak olyan dolgok, amiket láthatsz, és nem, egyébként nem látnád, látod a limitjét. Jé, csak piros kukacot hozott. Jé, 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 ő teljesen másképp rakja össze ezt vagy azt a más másképp helyezkedik el. És akkor nézed, hogy ennek vajon mi lehet az értelme, és akkor... Ja, hogy azért van ott az a dolog, mert abban könnyedén megmossa a kezét, nem kell a hátra nyúlnia, és a többi, és a többi. Rengeteg olyan apró praktikát észre lehet venni már az elhelyezkedés közben, uh -huh. amit egyébként nem veszel észre, nem tanulsz meg, nem látsz. Csak azt látod, hogy leül, hát olyan egyszerű volt, hogy hát leült, betolta a botot, kapást volt, beakasztott, kiúszta a halat, hát kész, ilyen egyszerű volt a dolog. <gül> <gül> így mindenki tudná. <laughs> igen, igen, így bárki tudná az már elhangzott, hogy te sokat kísérletezel, és sok uh, taktikád, vagy terved van egy versenyre. Túl van uh, túl sok. Mi a te meglátásod egy versenyen, amikor már ott vagy belefér a kísérletezés, vagy ott már az előre kitalált dolgot kell végigvinni? Tehát mennyire kell biztonsági játékot játszani, vagy, és mennyire lehet bevállalósan kísérletezni? Ez a céltól függ. Ez a céltól függ. Walter Tomi azt szokta mondani, hogy harmadiknak lenni nem éri meg. Tehát a Tomi az biztos, hogyha van egy utolsó forduló, és ott négyen lehetnek bajnokok, és van hátra még másfél óra, és a Tomi a szektorában csak harmadik éppen, akkor ő biztos a a lehetőségét fogja keresni, mert ő azt mondja, hogy egyetlen egy embert jegyeznek meg, és ebben teljesen igaza van, hogy az, hogy tavaly ki volt második, arra senki nem fog emlékezni. Vagy persze nagyon elhivatottnak kell és néhányan emlékszünk, de az, hogy ki volt a tavalyi bajnok, arra fognak emlékezni, az, hogy ki volt tavaly a második, a harmadik, a negyedik, arra nem. És a aminek ebben messze menőleg igaza van, Meg a számok uh... igazolják is. <lacht> 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 igen. Tehát nem, 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 nem. Akkor reszkírozol, akkor kísérletezel, akkor keresel valamit, amikor a pörköltevő versenyen vagy. Mm. Aha. Akkor, ak akkor keresel megoldást, és, és, találsz olyan dolgokat, mm. hogy én, valamiért aznap a alul piros, fölül fehér csonti, két szem ezt tette meg. A Ha fordítva van, nem ette meg. De egyébként ezt, ezt, ezt versenye, minden egyes verseny maga válogatja meg, mm -hmm. hogy hogy mikor, mikor mi az, amit bemersz vállalni, be szabad vállalni. És amúgy azt, hogy tudod legyőzni, mondjuk van egy stratégiád egy versenyre, úgy mész nyilván, sőt, ugye a világbajnokság vagy OB-n is vannak edzésnapok, ott kialakul a stratégiád. nap, elkezded a stratégiádat, nem megy. De a melletted lévőket látod, hogy nekik meg megy valamiért. Nem, nem tudod, hogy mi az ő stratégiájuk, tegyük fel. Akkor tartod magad a kitalált stratégiához, vagy akkor elkezd. Akkor jön a B, másoknál, nálad meg lehet, hogy a C vagy a D? E... Igen, nem, igen. De de de, de <tôiíl> <okej6> tehát e... látom az ő stratégiájukat, vagy legalábbis egy részét, igen. Aha. Tehát az, hogy, hogy sűrű apró tettet, más tetet, hogy tehet, mint tetet, Ez, Tehát ezeket az, 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 az apró dolgokat nagy százalékban vagy én, vagy a hátterem látjuk. Aha. E... Ugye egy, egy jó háttérembernek hosszú évekig kell tanulnia azt, hogy ő, ő mit lát. Bocs, ebben már az előbb is eszembe jutott, hogy 80-as évek, 90-es években is voltak hátterek? Nagyon kevés, vagy nem? Aha nagyon kevés vagy nem, tehát így inkább volt akinek a szülei. Aha, meg mit de nem talán, volt de... ez egy kialakult pozíció akkor? Nem. nem akkor most, meg, hogy nem, nem egy másik profi éve... versenyző volt ott a versenyző yeah. mögött? Nem, 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 nem. n biztosan, uh -huh. hiszen kísérték uh -huh. egymást, vagy uh -huh. kísértük egymást, de, de nem. Nem volt nem, ez, nem akartak félbeszakítani, Igen. szóval látod azért, hogy mit csinál a másik, Így vagy van, háttér látja. Én tudom azt, hogy mondjuk én egy, én egy nagy alappal kezdtem. Uh -huh. Tehát sok anyagot raktam be uh -huh. magam elé, és én tudom azt, hogy majd arra meg kell érkezni a halnak, uh -huh. és nem izgulok, mert, mert pontosan tudom, hogy az utolsó órában Katu Gyulának volt például a szuper nevű amilyen ami ilyen elképesztő volt, az első két órában nem nagyon mutatta, hogy mit tud. És aztán így mindenki így már, ha jó van, most akkor a Gyula bácsit elvertük, Aha, és az utolsó órában úgy ráömlött a hal, hogy, hogy egyszerűen nem lehetett mit kezdeni vele, és mindenki másnál eltűnt a hal hozzá, meg csak érkezik, csak érkezik, és csak fogja, csak fogja az öreg szemrebben és nélkül egy egyetlen egy felesleges mozdulat nélkül elképesztő volt az öreg. De, tehát tehát vol, vannak, vannak olyan dolgok, amikor, amikor, hiszel és tudod azt, hogy mi fog történni. Uh -huh. é, ha, 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 ha el kell kezdeni már más csinálni, akkor, 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 az még lehet jó. A harmadik, negyedik váltásnál ott már csak a gombot nyomhatod. Aha. Ott az max a szerencsén múlik, gondolom. Nem, még nem, azon sem. Nem, nem, mert, 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 mert ez halmennyiségtől is függ. Uh -huh. is függ természetesen, mert hogyha nagyon kevés hal vezetnek, mondjuk négy de meg kettővel vannak előtted, akkor ezek rossz szóval élve, de talált halak. Aha. És akkor igenis fölvállalja az ember, hogy akkor nyit még egy távon, még, még 50 méterre megdobom a mecsbotot, uh -huh. hát ha találok egy halat, uh -huh. egy nagyobb testű, akármit uh -huh. is. Uh -huh. Tehát ezek, de, de ezek igaziból csak szituációs kérdések. Uh -huh. De ha van hal, akkor akkor maradsz a stratégiádnál, és nagyon reméled, hogy az lesz, amire gondoltál, hogy lesz. Ö, igen, de közben is egyébként lehet váltani. Mm -hmm. ö, tehát hogyha látom azt, hogy, a, hogy, hogy nagy alappal kezdtünk, de a, a, a szomszéd az ö, folyamatosan aprókat rak, mm -hmm. vagy csontit lő, kukoricát lő, más a hangja, más méretű halak érkeznek rá. Mm -hmm. Tehát ezeket úgy, úgy lehet látni, vagy, vagy ebben az esetben egyébként te magad is kísérletezel, hogy ha van hal, mm -hmm. Ha van hal, akkor abból ott már lehet variálni az, hogy, hogy próbálsz nagyobb testvéket megfogni, bevállalod. Ott az a kérdés, hogy mennyi időt szánsz rá. <laughs> Tehát, hogy mennyi időt szánsz rá, illetőleg, hogy ha megérkezik az a hal, azt meg tudod-e fogni? Tehát az is egy kísérlet, mert, mert hogyha mondjuk egy látóképen ugyan bejön a pontja a kukoricás lőtetetésedre, de ez a pont éppen egy olyan csapat, aminek az alja az 5 kg, a 16 kg, akkor így eléggé nehezen, nehezen, nehezen állsz be a sorba. Ott ilyenkor, de ezt már lehet, hogy mindegy beszéltük, de nem emlékszem, úgyhogy megkérdezem, ha a szektorodból kimegy a hal, akkor mi van? Semmi. Volt ilyen, hogy szektor idegen hal. hajdanán volt ilyen szabály, de ma már nincs ilyen. Ma, ma, ma az a szabály, hogy ha két szerelék össze is akadt, uh -huh. de a merítésig szétakad, Aha. akkor az a hal érvényes. Aha. Aha. De nem kezdesz egy 16 kilós pontja a sétálgatni 50 méter Nem mehetsz a megle... ki a szektorodból. Ja, nem is mehetsz ki. Tehát pár te pár. magad nem mehetsz Aha. ki a szektorodból. Aha. Te neked a szektorban kell maradni, az, hogy a hol kiment belőle, az, az igaziból egyébként szomszéd kérdése, úgy szoktuk írni, hogy gentleman szabály, ha, ha mellettem valaki akaszt egy olyan halat, ami nagyobb, mint amit ő a szektorában meg tud tartani, és szó, hogy bocs, figyelj, feléd megyek, ne haragudj, akkor kiveszem a felszerelést. Aha. Inkább ne legyen kár. Nem csak az, hogy ne legyen kár, hanem ez az, a hogy hetedik ő meg tagnak a, a minősített eset. Hát hogy, igen. Hogy, igen, hogy ő meg tudta elkoztani ezt a halat, és megpróbálja megtartani, és mit én erre esélyt adni, ez igen. Hogyha ez a, azon a versenyen éppen a hatodik ilyen hal, akkor ez egy kicsit kellemetlen kezd lenni. Főleg, ha te nem fogtál ilyen halat. De, 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 a de, de. ti hát már még sző. Azt hiszem, egyébként, a ti már még lehetett volna klubvilágbajnok egyszer, egy lengyel versenyző kalózolónak, abszolút tudatosan, teljesen szándékosan csapta rá a felszerelését a megakasztott nagy dévérére, és, és tépte bele a, a, a szereléket. Na most ezt a, Jézus, ezt a versenyzőt a saját csapattársai is kiközösítették a bankettan. Aha. Tehát vannak dolgok, amiket. Mert ugye akkor kiveszi az ember, azt vagy megfogja, vagy nem aha, fogja, meg addig etetek, csalik cserélek, valamit Aha. csinálok. De, de hogyha ha, ha, ez itt a szándékosság felmerül, uh -huh. akkor annak a versenyzőnek az nem tesz jót. Jó, uh, de csúnya a dolog jó, nagyon, csak csak, nagyon, sok, nagyon sok csúnya dolog is előfordult. Emberi dolog egyébként. Ő, 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 ő csak el szerette valamit érni. Neki ez az útja volt. Aztán később egyébként maradt a, a, a válogatottban, és valahogy levetkőzte ezt a... Aha. Tehát ez, ez nagyon sok magyar ismert és eredményes versenyzőről van itt, amikor adás után valaki valakivel még lencigizünk, vagy valami, és akkor elmesél olyan sztorikat, amik egyébként a hazai jó nevekre sem mindig vetnek szép fényt, és sokszor kiderül, hogy igazából kicsinyesen viselkedtek, vagy, vagy bunkon és nem, Igen, de ugyanez az ember, ugyanez az ember pedig három év múlva e, már másképp ad vissza. Változunk. Igen, az ember az gyarló, de képes javulni. Hál' Istennek Igen, megjön. Változunk, és mindenkinek föl lehet róni dolgokat. De nyilván, hát. Tehát nem kell őket elítélni egy bőrre, mert, no, ne ezt mert. Nem ez, ez nem. történt, mert valóban ha. megtörténhetett. Az is elképzelhető, hogy csak legenda. Amúgy igen. Igen, hogyne, persze, tehát... Visszatérve még az utánpótláshoz nekem az egyik kedvenc témám. Mi az, amit te figyelsz egy fiatal horgászon, és mik azok a tulajdonságok, amiket keresel, hogy ki az, aki neked, úgy érzed, amitől azt érzed, hogy neked ebbe a srácba bele kell tenned rengeteg időt, energiát, nem tudom, befektetést. Mik azok a skillek, amikre a Benedi földjúlod a lámpa, hogy na, ez kell. É. Az elsődleges talán az a, 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 sport iránti alázat az hogy, az, hogy ő ezt valóban akarja csinálni. Hogy ezt látom rajta, hogy lehet, hogy nincsenek meg a feltételei, lehet, hogy, hogy nem jók a körülményei, lehet, hogy sok minden lehet. De ahogy hozzá ahol a horgászathoz, ahogy, ahogy látszik az érdeklődésén, hogy, 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 ő ezt mennyire akarja komolyan. És vannak, akik tehetségesebbek, ügyesebbek, és vannak, akik nem. És vannak, akik bebizonyítják, hogy, hogy, hogy adhattam volna többet is. Megragadom az alkalmat, hmm. kiemelem Hipszki Robi nevét, aki a mi anya egyesületünkből indult, sokat tanítgattuk őket, sokat mutattunk neki. Hipszki Robi kétszer lett világbajnok finom és aztán utána valahogy véletlenszerűen kétszer, kétszer pergetésben Sollan is, amikor abba, hagyta, amikor abba hagyta, a, 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 az úszós horgászatot. Így utólag Akkoriban én egy pálinkás Csabid nevű fiúnak ö, ö, próbáltam ö, a lehető legtöbbet odadni a tudásomból, és ha a Robinak, ö, többet adok, lehet, hogy messzebb jut el. Az is elképzelhető, hogy nem, mert éppen az adta neki az energiát, mert... hogy, 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 hogy ő neki egy másik utat kellett bejárni. Ezt nem tudjuk meg. Nekem biztos egyébként az, hogy, hogy, hogy az sokat adott, hogy nekem többet kellett megtennem tehát így, így azt szoktam mondani, hogy Gyulai minden mindenért kétszer meg kellett dolgozni. Tehát én, én, nekem mindenért kétszer meg kellett dolgozni, és amikor ö, magyar bajnok lettem, akkor az véletlen volt, és amikor megint magyar bajnok lettem, akkor meg lokálpatrióta voltam. Én, <coughs> tehát, valami, valami, valami hibám mindig volt, de, 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 ez nem baj. Ez nem baj, mert ö, viszont van egy csomó olyan gyerek, akik, akik ö, azt érzik, hogy tőlem kaptak. És azt gondolom, hogy nekem ez sokkal fontosabb sem, mint az, hogy most beírják a kőbevésett táblákba az, hogy Gyulai Feri most volt magyar bajnok, vagy sem. Jó, hát az, az bele Jaj. van írva már. Tehát, hogy ez a, de amúgy... Az, tehát, hogy te van olyan, hogy válogatsz mondjuk magadnak tanulókat, vagy hát ilyen, pártfogoltakat, vagy inkább megtalálnak ők téged valamilyen úton-módon, egyesület, bármi? É, rendszeresen keresnek meg, és jönnek most is gyerekek, uh -huh. és én azt szoktam mondani, hogy én ma már nem megyek el senki után. Aha. Én nagyon sok gyerekbe tettem bele úgy energiát. Nem csak gyerekbe, felnőttbe is. Tehát uh -huh. most ez részletkérés, hogy beleteszem az X mennyiségű energiát. Ez órák, napok, hetek, évek, évtizedek. Aha. És és aztán utána nem az jön vissza belőle, amit, amit, amit én szeretnék, vagy nem úgy lesz belőle az, akit ő maga is gondolt, amit az előbb mondtunk, hogy az emberek változnak. Mm -hmm. de, de én azt szoktam mondani, hogy én ma már nem megyek senki után. Mm -hmm. Nézd, ha te szeretnél velem járni horgászni, és érdekel az, hogy te tőlem szeretnél tanulni, akkor, akkor én elmondom, hogy mikor megyek horgászni. Aha. Elmondom, hogy mikor, hova megyek horgászni, vagy ha te azt mondod, hogy téged a rakolybotos horgászat érdekel, akkor én fogok neked szólni. Figyelj, én most megyek rakolybotozni ide. Uh -huh. És akkor ő vagy eljön, vagy nem. Értelek. Itt már eleve eldől az, hogy ezt mennyire gondolta komolyan. Igen. De az, hogy én megígérem neki, hogy az a baj, hogy én egy nagyon lelkiismeretes gyerek vagyok, és hogyha én azt mondom, hogy én elmegyek, vagy oké, okay, elviszlek horgászni, akkor, amikor megbeszéljük azt, hogy szerdán megyünk horgászni, uh -huh. akkor én szerda reggel 5 órakor ott vagyok, hogy na, akkor megyünk horgászni. Uh -huh. De volt, aki 5 óra 30-kor kelt, és mondta, hogy figyelj, várjam meg a kapuban, ha jövök. Uh -huh. És volt, akit megvártam, és még meg még megvártam, és még adtam, és még adtam időt, mert azt gondoltam, hogy hogy, 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 azt kell adni. Uh -huh. ma, már, ma már úgy van, hogy figyelj, én elmondom, hogy mikor, hova megyek, és én nem válogatok igazándiból így, 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 sodor felém az élet lehető gyerekeket, lehetőségeket az ő számukra, az én számomra lehetőség, és, és vagy élünk vele, vagy nem. Tehát be kell, hogy valljam, hogy most már megnézem azt, hogy ki milyen körülmények között él. Mert ö, hiába van meg a gyerekbe a lehető legtöbb, uh -huh. amit ebből a sportból jó a szeme, jó a keze, ö, alázatos is, mi egyebek, hogyha nem olyan szülői háttérrel rendelkezik, nem olyan ö, a környezete, amiből lehet látni azt, hogy egy nemzetközi szintig el tud jutni, Aha. akkor ő nem fog tudni eljutni. Most van egy fiúcska, aki a mozgáskorlátozott, taknál lehet, hogy elindul. Ő benne nagyon nagy fantáziát látok. Mi egyébként nem olyan az anyagi háttér, amiből azt lehet mondani, hogy holnap után minden mm -hmm. meg lesz. Viszont benne, benne lehetséges egy, egy olyan sportoló, aki, aki hosszú évekre lehet válogatott. Mi egyébként ezen kívül egy, egy másik életút lehetséges az ő számára. Mm -hmm. És egyébként ilyenkor, amikor esetleg azt látod, hogy baromi tehetséges lenne, vagy legalábbis te úgy úgy látod, hogy van benne fantázia, akár eljuthat világbajnoki címig, de nincsen, úgy látod, hogy nincs az a háttér, ami ezt segíteni. Nem lehet ilyenkor szponzorációt szerezni neki, vagy ő nem tud eljutni valamelyik márkához, és mondjuk a te szakvéleményeddel oda menve esetleg kaphat felszerelést, fegyvert, paripát? Visszatérjünk a... YouTube-ra és a, és, a, és, a, és a többi helyzetre, hogy azon mindenki önjelölt. Mindenki meg <laughs> Mindenki mondani, Már milliót, és te meg tudod mondani azt, hogy figyeljetek, szerintem. Hagyok, meg tudom, meg tudom, de a metinatúra jó. az nagyon-nagyon ritka Magyarországon. Ah. Tehát nincs egyszerűen olyan, ö, ö, hiába van meg a, az én látásmódom, és tényleg. 50-ből egynél meg, tehát 50-ből egyet választok ki, és abból az egyből lesz uh -huh. az az ember, aki eljut, mondjuk egy magyar bajnoki címig, uh -huh. de, de 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 nincs magyarországon még olyan szintre fejlődve az a dolog, hogy hogy Eredmény alattámasztás nélkül oda menjen valaki, és Aha. azt mondja. Tehát egész egyszerűen a Dobitnál és más helyeken is rendszeres volt az, hogy 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 levelekkel bombáznak minket, hogy figyelj idején, akkor most teszthorgász akarok lenni, és akkor versenyző akarok lenni, de oké, rendben, és mit értél el? Hát én most már nagyon láttam egy csomó YouTube videót, és ezzel nem jutsz előrébb, Aha. És, ő úgy, és megsértődik. Uh -huh. Megsértődik, mert azt gondolja, hogy én őt meg akarom bántani, amikor azt mondom, hogy figyelj, mennyire egy pár versenyre, szerez magadnak az X helyen egy nevet, és akkor így egy idő után majd amikor valaki észreveszi, hogy te ez a gyerek most már harmadjára vert meg, és uh -huh. nézzük már meg, hogy mit csinál. Te ez egy egész ügyes gyerek. Jó, akkor hívjuk el a csapatbajnokságra. Uh -huh. Elhívtuk a. csapatbajnokságra, Versenyzett velünk, ott volt, és még mindig ügyes volt, akkor, akkor, akkor elvittük a országos csapatbajnokságra, mm. és akkor az országos csapatbajnokságon ott az éppen futó legmenőbb gyerekeket megszorongatta, akkor már kinyitja a szemét, esetleg egy Maros Mix, esetleg egy Timár Mix, egy. Teljesen. Aha. Tehát ez, úgy jutnak el oda a versenyzők, ahol vannak ö, pozícióban neves versenyzők, hogy azok elértek odáig. Uh -huh. Tehát vannak apukák, akik úgy gondolják, hogy megvásárolják a Maros Mix pólót, és megvásárolják a, a, a leg leg leg, leg, leg top felszerelést, mert az ő fiúk majd idejön és megmutatja, csak azoknál az apukáknál az apuka álmát akarja igen, igen, leérni, igen. és nem pedig a gyerek akarja ezt csinálni. Igen. Mint a távirányítós kis autó szokott lenni, amikor apukának még nem volt, de a gyereknek már van, úgyhogy apuka játszik vele. Azt akartam mondani, hogy van egy személyes, kicsit személyes érintettségem a Facebook posztjaidban. Láttam, hogy tóalmáson versenyeztél a sárkánytavon. tavon. Egy-két Igen, igen, így. igen. Én, meg, én Két pedig tóalmáson abban. nőttem fel és én is horgáztam ott pár szó, és azt hogy nem derült ki számomra pontosan, hogy ez milyen típusú verseny volt, meg azt láttam, hogy rakóztál, de hogy hogy kerülsz, hogy hogy a sárkány tóra, én azt hittem, hogy az csak egy ilyen elfeledett kis falu melletti tó. Mm, én úgy kerültem oda, hogy valaki, Ilyen meghívásos verseny? Talán a Bíró Csabi volt, aki így, 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 rendszeresen mondta, rendezünk verseny, gyere el, rendezünk verseny, gyere el, és akkor egyszer csak betalált, hogy na most van éppen így időm, nagyon szívesen tök sokat hallottam róla, látom azt, hogy jó fognak rajta halat, én így kíváncsi vagyok azt, hogy akkor, akkor itt ugye most éppen ponty vagy kárász lehet rajta fogni, kíváncsi vagyok, hogy most éppen mit tudok csinálni, és akkor így elmegyek, én is rendszeresen elmegyek olyan versenyekre, amik nem világbajnokságok, még hogyha olyan nevű versenyzők is vannak rajta, mert, mert, mert mindegyik egy kísérletezés, ahogy te mondtad, <hül> hogy oké, most akkor, akkor megpróbálom ezt, vagy azt, vagy azt, és értelemszerűen nem olyan versenyen fogom megpróbálni, ami a, 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 az én számomra igazán fontos, hanem, hanem olyan versenyegen kísérletezek, gyakorlatot, hogy próbálom csiszolni azt a, az apróságot, amin, amin, ami, ami nem feltétlenül ö, ö, létkérdés. érted? Uh -huh. Értelek, persze. Tehát egy másra úgy kérdeztem, valaki szólt, hogy ennyi menjünk, mi egyébek. Elmentem, megnéztem, talán háromszor vagy négyszer is voltam ott, kicsit helyfüggő, kicsit problémás az én számomra az, amikor, amikor van egy versenypálya, és tudom azt, hogyha hetes helyet húzom, akkor tök mindegy, mit csinálok. Uh -huh. A hármason ott meg fog verni akárki ő rajta. Aha. Ezek nem jó versenypályák. Igen. Mert ugye nem egyenlők a ezek, feltételem. ezek nem jó versenypályák, és azért, mert a hal ott tartózkodik, hogy miért tartózkodik ott a hal, azt most, most csak nem tudja. tudjuk. Illetőleg valamikor tudjuk, mert ott hiszaposabb, itt keményebb, Aha. és lehetne ezt ragozni, de, de, de egyik napra a másikra meg is változhat. Hát igen. Van a horgászatnak olyan ága, olyan része, ami téged nem érdekel, vagy azt mondod, hogy ez, ez neked egy idegen világ, és nem akarod magadat beleásni? Nagyon veszélyes, mert bármi be, bármit elkezdek, abba beleásom. Tehát <laughs> <laughs> én egy maximalista gyerek vagyok, ami egy nagyon nagy szerencse is átok. Tehát van például a pergetés a hobbim. Én nagyon régóta, most már tíz éve pergetek így telenként. Nagyon szerencsés vagyok, hogy egy csomó olyan jó pergetőt, Től kaphatok tanácsot, információt, hogy mit szabad megvenni, mit használjak, mit ne. Akik, akik magas szinten űzik ezt. Többször hívtak is, hogy menjek -e versenyre, de, de nem, nekem az a, az a hobbim, mert, mert a versenyzés az, 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 az kötelez. Uh -huh. Hát az, az, az akar. Egyébként a verseny, ha, ha őszinte akarok lenni, és ez is egy nagyon jó megközelítés a dolognak, hogy azért ne be egy pergető bajnokságra, mert akkor biztos együtt fogunk tölteni időt. De például egy csónakos páros versenyen. Igen. Igen, akkor én elmegyek veled, és mi együtt töltjük ezt az időt. Ez egy Igen. fontos dolog. De, de, de nekem a pergetés például hobbim. Nagyon-nagyon, ha, ha lenne még egy életem, lehet, hogy legyeznék. Én úgy gondolom, hogy arra is kell de egy fél élet. Téged így bojlizni nehezen tudlak elképzelni. Tévedek? É, nem, nem tévedsz. Nem, nem téved. Most ö, határozottan ö, féderezek egy ideje, nagyon-nagyon vonza a fonodzsinóros dévérezés, ez egy, az egy csoda peca egyébként, de, de, de ez a... Ö, engem nem vonzottak soha nagy halak én, 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 darabszámat, én én, 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 visszajelzést nem. akarok arról, hogy amit csinálok, azt jól csinálom-e. Vagy, 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 egy Dunánál, hogy a hány úszatás, annyiféle hal lehet benne. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit kihívásnak tekintek, és én tökéletesen értem a Boilisnak a gondolatmenetét, hogy ő nagy halat akar fogni, és csak nagy halat, és ő megkeresi azt a kagylópadot, meg a hínára bevonja a nem tudom milyen zsinórkáját, és és nagyon-nagyon és, és sokat látok belőle, hogy ezek igenis a nagyholnak a becsapása, ez egy sokkal bonyolultabb, nehezebb feladat, mint a, mint a, mint a sok darab számú halnak a, a becsapása. Ettől függetlenül, ha én nekem nincs három percig kapásom, már variálok. Uh -huh. Tehát vannak... vannak, vannak Azért, igen, akkor ez nem a te módszered a de vannak, vannak versenyek egyébként, ugye pontyos versenyek, ahol lehet, hogy tíz darab halat kell megfogni, Aha. és ezt a tíz darab halat egy megfelelő módon kiterített szerelékkel, egy megfelelő módon az etetés perifériáján elhelyezett szép szemű kukoricával, és olyankor így fogom, és így ráülök a kezemre, mind a kettőre, az egy jobb combom alatt, a jobb kezem, bal combom alatt, a csak figyelek, csak figyelek, és várok, de, de, de ott sem bírok ki 5 percnél tovább, mert akkor belemozítok. pedig tudom, hogy nem kellene, mert Aha. lehet, hogy 10 percnél, vagy 11 percnél fog megérkezni az a kapás, amire várok már több mint egy órája, de az nem az én versenyem. Azt Aha. én nagyon nehezen élem meg, mert, mert nekem így a tapasztalataim minden azt mutatja, hogy hogy, hogy a halakkal el kell hitetni, hogy az a, az a csadi, ami a horgomban, az egy olyan táplálékat, mint neki mindenképpen meg kell adni az én számomra ez az illúzió az, amit próbálok elhitetni a halakkal, és ez a kiváros rajta ülés, ez nem például, hogy folyóvizen meghalnék, hogyha nekem egy ilyen lapos állított, lerakott utca kellene horgászni. <laughs> Tehát ugye, ugye ezt tanítják nagyon sokan hozzáértők, hogy lapos úgy kell horgászni, hogy lerakod, és akkor így tartod, és tartod, és majd egyszer csak elviszi. Én, nem értem. Egy folyóvízről beszélgetünk. Én értem, hogy ott egy stabil csali van, és, és valóban van az, hogy a nagymárnát, a nagy dévért azzal fogják meg, de hát egy úsztatott csalin, egy, egy, egy folyamatos mozgásban lévő, jól felkínált csalin, 30-szor több kapásomban. van. Aha. És lehet, hogy 30 ra kis halat fogok. Ő meg egy nagyot. De Mert de hogy ha... amit mozgatsz, az a természetesen mozgó csali, tehát az a könnyebben mozgatom, átvene, Nem mozgatom. Nem, nem úgy nem. vagy te úsztatod le a é, sodrással. A folyóvízi horgászatban ő, addig kellene valahogy eljutni, hogy abba az ütemben sodródjon a csali a fenék közelében vagy a fenéken, Aha. amilyen ütemben viszi az alsó áramlat. Aha. Tehát mi a horgászatban mindig illúziót árulunk. <gül> <gül> Ö, Igen. Mindig. A hallal el kell hitetni, hogy az az ő számára egy megehető falat. <laughs> Ha úgy tudjuk jelentetni vele, hogy ezt neked mindenképpen meg kellett, úgy van mozgatva az a uh -huh, csali, ugye uh -huh. fölpattan az egy szem, csonti a fene ajzatról, mert ugye az előző hal beleúszott, az most, hogy attól libent föl az a csali, hogy én mozdítottam meg, vagy a, a, a szomszéd halnak, a farokuszanyának kelt, keltett mozga, mozgás energiával lendült föl. Azt nem, és akkor így, hogy itt merülnek fel a horog súlya. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy egy vastagabb húsú horoggal a nagyobb halat is van esélyed megfogni, viszont egy könnyebb húsú horognál az az egy szemcsont, és sokkal természetesebben fog mozogni. De, 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 de annyira sok variáció van, és annyira, annyira szép ez az egész, hogy nagyon összetett. Hát igen, az biztos, hogy a Dunai horgászat még bőven előttünk áll. El? Uh -huh. Itt még mött ráfordulnál a lekonfra, még... <laughs> csak azt a hidrodinamikai dolog, amit mondtál, hogy a víz felszínén az úszó gyorsabban megy, mint a fenéken a sodrás, ugye ott az a szabály, hogy a víznek minél lejjebb megyünk, annál kisebb a sodrása, és technikailag a fenéken tulajdonképpen majd, hogy nem áll abban az egy hajszál vékony rétegben, ami ott van, és fölötte mozdul el a többi víz, és ezért van az, hogy itt vissza kell tartani az úszót, mert lent lassabban áramlik, mint a tetején. Ez nem mindenhol, és nem minden nem. esetben így van. Ez, Ugye, a, ez, ez most légüres térben, laboratóriumban, egy üvegkádban mozgatva a víz így viselkedik? Nem, 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 nem mert azt gondolod, hogy ez egy elbogat ez állandó dolog, de nem. Ugyanis. Nem, ahogy én mondtam, az a körülmény. Ugyanis, hogyha ott abban a sodrásban van bent egy darab fix kő, ami kellő méretű hmm. ahhoz, hogy a sodrást megváltoztassa, akkor, akkor föl tud gyorsulni. Vagy le tud lassulni az alsó áramlat is. 2002-ben lett a magyar válogatott először világbajnok Madonyi Cében, és Katus Gyulába, a Magyar Szilárdal, Hamar Ferivel, Nagy Attila. Hmm. Nem tudom. talán Walter. Nem nem, 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 nem tudom, nem. Nem, nem, 2007 vagy 5 vagy 4. Nem, 2004-ben nyert, de emlékszem arra a Magyar Horgász címlapra, amikor ott volt az első világbajnok magyar válogatott. Érte, katus. Na mindegy. És ott talán a Gyula bácsi jött rá arra, hogy bárhová is etettünk, ott volt a kapás. És ez már biztos nem ez benne, de a lényeg az, hogy, 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 hogy a világnak a nagyon nagy része beleértve a szovákokat is nem tudták, vagy nem, nem, nem jól adták elő, hogy ott valóban az alsó réteg állt, ugyanis ez egy két zsilip között lévő szakasz volt, és az áramfelvételnek megfelelően engedték a vizet, és mivel egy alsó fenéküszöbb volt, ezért csak a felső vízréteg rohant. Az alsó vízréteg az egy sokkal lassabban másképp mozgott. A két vízréteg teljesen más sebességgel ment, mert, mert az áramfelvétel, illetve az áramtermelés határozta meg a felső vízrétegnek a sebességét. És egy valóban 40 grammos lapos úszóval ücsörögtek ott a népek, de ahogy a Gyula bácsi azt észrevette, hogy ott van a kapás, ahova a gombóc érkezett. Aha. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy, hogy nem ment, nem, nem áramlott el. Értem szerint mögötte is fogtunk különböző fajta halakat, de az azért volt, mert ebbe a eteti, eteti gombozba, hogy olvadt le, uh -huh. ugye mállott szét, beleúszott egy halraj, vagy egy darab nagyobb hal, fölcsapott. Szem és, és ami fölcsapódott, azt már szedegette, közt össze aha, a többi aha, hal is. Aha. De, de a halak nagy részét az az etetésén fogták. Hát igen, ezek, ezek, a nagy dolgok, azt gondolom. Mi pedig elérkeztünk azért most már az adásunk végéhez. Iván, marad benned valami nagyon fontos kérdés? De nem rengeteg fontos kérdés marad, de akkor reggelig itt maradunk. Akkor majd valamikor folytatjuk, Feri. Esetleg még valami, amit nagyon szerettél volna elmondani, de nem beszéltünk róla? Mm, nem tudom. Esetleg a további kérdésekre majd egyszer válaszolok. É, remélem, majd lesz egy második felvonásunk ebben. Úgyhogy akkor nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Addig is további boldog új évet kívánunk neked is és a nézőinknek is. És azt, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy elterveztétek az összes pártfogoltaddal együtt. A nézőinknek pedig csak annyit mondok, hogy ne felejtsenek el feliratkozni, kommentálni, stb. és két hét múlva találkozunk. Ugyanitt. Sziasztok. sziasztok! Ez volt a Parti Arcok Podcast. További tartalmakért és epizódokért csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz. Keres minket Spotify-on, az Apple és Google Podcast appokban, soundcloud és a Fisindán. Két hét múlva újabb epizóddal jelentkezünk.